felszámolás történik, nem átalakítás. Olyan gazdaságokat számolunk föl, amelyik logikusan, értelemszerűen ennek a nemzetnek alapvető létfeltétele. Na most, hogyha egy kapitalista gazdaságot fejlesztünk, akkor azt jelenti, hogy piacgazdaságot, azaz a piacon ott kell lennünk, mégpedig áruval. Na most mi történt? Nem csak, hogy föladtuk a külpiacainkat, föladtuk a belpiacainkat, hanem leépítettük az árutermelést is. Hát mi ez, ha nem a nemzetgazdaság leépítése? És pontosan azokat az ágazokat építettük le, amelyek máshol sokkal kedvezőtlenebb feltételek között is a létfeltétel alapja tabunak számít a beavatkozás tekintetében. Mi pedig az egészet idegeneknek adtuk, és azok azonnal pár év alatt eltakarították, fölszámolták. Tehát Magyarország egy több százezer hektáros nagy mezőgazdasági kapacitását úgy, ahogy van, eltüntette. Azért Magyarország, mert mi azoknak adtuk oda, akiknek érdekében állt az eltüntetés. De miért? Miért? ...1995-ben egy törvény mellékletébe 164 darab ilyen már akkor gazdasági társaságként működő, tehát átalakult valamikori állami vállalat került. 164 darab, és ezekre valóban azt mondta az akkori törvény, hogy nemzetstratégiai szempontból az állami tulajdonban tartásuk indokolt. Ezekben akkor még benne voltak a bankok, benne voltak az energiaszolgáltatók, benne voltak a víziközművek, és feltétlenül fontos megemlíteni, hogy a hungárikumokat előállító társaságok is. Gondoljunk itt a Pikre, a Herendire és más egyéb csodára, tehát ezek a manufaktúrák is mind ezekbe a társaságokba tartoztak. Aztán természetesen ide tartoztak az erdő és vadgazdaságok, hiszen a termőföldnek az erdőre vonatkozó védelme itt ebben is megtestesült. Tehát, hogyha az 1859-ben levonjuk ezt a 164-et, hát akkor 1700 körül van azoknak a vállalatoknak a száma, amelyeket valóban privatizálni kell. Beindul az intézményes privatizáció, erre létrejön egy szervezet, amit állami vagyonügynökségnek hívnak, ez egy központi költségvetési szerv, és hát a mögöttes jogszabályok alapján, amelyek akkor azért már léteztek, sőt 1992-ben már egy nagyon kemény törvényi szabályozási hátteret is kapott a privatizáció, elkezdődik ezeknek a társaságoknak a privatizációja. A biztosítók hatalmas potenciálra rendelkeznek, mert ott nagy tőke gyűlik össze a díjak befizetéséből. Azaz egy biztosítási díj, körülbelül egy harmada az, ami kockázatot fed le, egy másik harmada az, amelyik a költségeket fedezi, de legalább egy harmada, de majdnem inkább a fele, olyan tartalékba megy, amely folyamatosan halmozódik, mint tőke. Nos, az állami biztosítót gyorsan kettőbe szedték, és valaki bekopogtattak a nemzetközi biztosítási nagy társaságok közül, hogy szeretnénk ezeket megvenni, azaz megkapni. Igen ám, de az Antal kormány mielőtt még átadta volna a biztosítókat, 50 milliárd forinttal feltőkisítette azokat, mégpedig úgy, hogy adósságot vállalva oda ajándékozta nekik ezt az 50 milliárd forintot, majd miközben már most, mint jó intézmények működtek, eladta a kettőt együtt 5 milliárd forintért. Tehát magyarul a beléjük táplált tőke tizedéért kapták meg az új tulajdonosok, természetesen hozzá a nagy infrastruktúrát és a teljes magyarországi piacot. Életbiztosítást, járműbiztosítást, vagyonbiztosítást. Tehát a magyar biztosítási piac szinte azt mondhatnám ajándékként elment két nagy nemzetközi társaságnak. Úgy mellékesen jegyzem meg, hogy aki egy kicsit jobban ismeri ezeket a intézményeket, az tudja, hogy ott a háttérben ez a kettő összeér. Az Antal kormány ideje alatt tetszik, nem tetszik, a legnagyobb szolgáltató
cégek kerültek gyakorlatilag dobra, vagyis azok, amelyeknek az értékesítésére a legnagyobb külföldi befektetői érdeklődés mutatkozott, hiszen egy tény, nem volt privatizációs gyakorlatunk, a számviteli törvény is csak éppen akkor kezdett megjelenni, tehát nem volt gyakorlat abban, hogy hogy kell ezt csinálni. Ha távolról ránéz valaki Magyarországra, és azt mondja, hogy én szeretnék itt azért egy stabil pozíciót teremteni, akkor megnézem, hogy mit is csinálnak ezek, mi az, amelyik kell, kellőképpen, hogy tetszik, megragadva az üstöküket tudom tartani, és mi az, amit nekem ahhoz, hogy ezt tegyem, tőlük meg kell szereznem. Ilyen a takarmány. Ha én a takarmányt uralom, abban az esetben az állattenyésztést uralom. És a hús árát és az állattartás volumenét mind tudom irányítani. De a takarmányon keresztül természetesen a növénytermesztésre is rá tudok hatni, mert hogyha nem tud nélkülem eladni, akkor következésében annyi termel majd, amit én mondok neki. Tehát a takarmány egy olyan közbülső termék a mezőgazdasági és élelmiszerbeli vertikumban, amelyiket, ha valaki ural, bizony rendkívül nagy hatalomra tesz szert. Mélyen tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt körösi képviselőtársam! Az interpelláció, a válasz mind olyanok, amelyek lényegében felölelik, ha úgy tetszik, az egész magyar mezőgazdaság problémakörét, tehát arra vonatkozóan most úgy reagálni, hogy minden kérdéskört érintsünk, szinte lehetetlen. Bármit is mondunk a magyar mezőgazdaságról, lehet, hogy amikor meg fogják írni a közgazdászok, majd a szocializmus utáni mezőgazdaság közgazdasági történetét, akkor meg fogják állapítani azt, hogy egy szükségszerű hullámvölgy következett be, és nem csak Magyarországon, most jártam a Németországba, az NDK-ba is ugyanez a helyzet. Itt volt augusztusban a volt szocialista országok és a Szovjetunió utódállamainak európai területen elhelyezkedő földművelési miniszterei, és ezek ugyanezekről számolnak be, sőt, azt kell mondanunk, ezekhez viszonyítva talán még mi vagyunk a spiccen. Kérem, hogy ne felejtse el akkor, amikor a magyar mezőgazdaságra azokat a rendkívüli kemény és a kormányzatra azokat a súlyosan elmarasztaló vádakat elmondja ön, amit elmondott. A képviselő úr által hangoztatott gondok, az állatállomány csökkenése, a piacvédelem hiánya, az állattartó gazdák alacsony munkajövedelme, a piacszabályozás intézkedéseinek elmaradása, az új tulajdoni struktúra és a versenyképesség kapcsolata, valamint az agrárgazdaság alakulásáért viselt felelősség, nem csak ő előtte ismeretesek, hanem az agrárkormányzat immár közel 4 éve tartó mindennapi feladatait jelentik. Az elmúlt 4 év valójában a tulajdon és piacváltás levezénylését jelentette, az örökül hagyott nemzetgazdasági pénzügyi válság lehetetlenségei közepette. Vagy a képviselő úr arra gondol, hogy az 1989 évi termés nagyságát függetlenül attól, hogy ahhoz rendelkezünk ki fizetőképes piaccal, tűzzel, vassal, mindenáron feladatunk lett volna fenntartani. Szakértői számítások arról beszélnek, hogy ilyen nagyságú termést évent szinten mai árakon számolva 120-150 milliárdos költségvetési támogatással lehetett volna fenntartani. Vajon az adófizetők jó névén vették volna, ha pénzüket nem az egészségügyi ellátás vagy az oktatás, esetleg közlekedés működtetésére, hanem a minden áron való agrárexport finanszírozására fordítottuk volna. Elnök úr, jeleztem, nagyon sokat lehetne erről a kérdésről beszélni. Végül is, ha ön úgy kívánja, akkor természetesen félbehagyhatom az egészet, mert valahol a felénél tartok a válaszomnak, de nem hiszek abban, hogy ez meg fogja győzni a képviselő urat. Kérem, én a magam részéről befejeztem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Viszont válaszra megadom a szót dr. Körös Imre képviselőtársunknak. Elnök úr, tisztelt miniszter úr, nem tudom, hogy milyen csodával fejezte volna be, hogy meggyőzzön.
Minden esetre azt mondom, amikor írásos válaszát elolvastam, nem hittem a szememnek, most pedig ez a magyarázkodó válasz után a fülemnek nem hiszek, és a feszültséget oldandó, azt mondom, ön a rekordok könyvébe illő cselekedetet hajtott végre, a nagy privatizációs miniszternek a válaszát is alulmúlta, mert egyszerűen nem értem, hogy mit mentegetőzik. Hát nézzük meg, hogy mit is válaszol ön az írásos válaszában, nem a mostani objektív körülményekbe. Nézzük a tulajdonosítás kérdését. Leírja, hogy hiteles szakmai befektető gyakorlatilag csak a külföldi lehet. Magyarul a saját szakmai befektetőibe nem bízik. Kibe bízik? Az olasz mafiába, a Feruziba, aki jelenleg az öt növényolajipar gyár körül, amelyet IMF hitellel építettünk föl, hármat már bezáratott, és közben Brazíliába exportáljuk a takarmányt, alapanyagot pedig állami támogatással mi exportálunk, illetve onnan hozzuk Brazíliából, ezt hívják kizsákmányolásnak, és ez a hibás politika. De nézzük meg a cukort, ahol csak piacot vásárolt, ugyanez az érdekcsoport, és több mint 22 milliárd dollárra tartozik, nettó adóssága ennek a csoportnak nagyobb, mint Magyarország. Ezen keresztül szanálja a saját gazdaságát. Ön ezt jónak tartja írásos válaszába. Írásos válaszába közli, hogy 18 forintot keres egy sertéstartó gazda, akiből 500 ezer van, kis gazda és nem TSZ elnök. 22 forintot keres a szarvasmarhatartó. Uraim és hölgyeim, képviselőtársaim, 6 deka húst keres egy órára vetítve. Ezek után nyilvánvaló, hogy csökkent az állatállománya felére. A jövedelmezőség ilyen szintje Magyarországon, amióta történelmünket írjuk, nem volt. Ezért nem fogadom el a válaszukat. És ezért egyszerűen még mindig objektív körülményekre hivatkozik, amikor ennek az egészhez semmi köze nincs. Nem kérem meg képviselőtársaimat, hogy ne fogadják el a választ, mert ha elolvasták az írásos választ, amelynek minden ténye szó szerint igaz, akkor én azt kívánom önöknek, aki elfogadja, hogy keresse 18 forintot, meg 22 forintot, mint a jelenlegi sertéstartók, és akkor gondolom, hogy majd meg fogják érteni azt a problémát, hogy a termésünk leépül, és Magyarországon a csökkent belső ellátás mellett ma milyen importra van szükség? Óriási mennyiségű búzaimportra, óriási mennyiségű cukor, az összes olaj 20%-ánál több már a tejimportunk, miközben kivágatjuk az állatállományt és dotálja az állam. Ezért nem fogadom el a miniszter úr válaszát. Legalább egy icipicit miniszter úr annyit tett volna meg, hogy mi is hibáztunk. Nem az objektív körülmények volt az oka. És az, hogy spiccen van az ország, meg volt, elnézést kérek, Közép-Európa legmagasabb szintű gazdálkodása volt itt, amelyet, ha tulajdonosítunk, ma magyar termelő uralja a magyar földolgozóipart. És ennek, azt hiszem, egy nagyszerű sikerágazatot lehetett volna benne csinálni. Elnézést képviselőtársaim, benne maradtam az időbe. Szégyellem magam, hogy ilyen válasz a magyar parlamentbe elhangozhatott. Köszönöm figyelmüket! A kérdés így hangzott. Magyarországi állattenyésztés magyar takarmánnyal, vagy tengeren túli importtal? Elvittek tőlünk is egy szakembert Amerikába, úgyhogy aki Raskó György. És ő a Világbank alkalmazásában, hogy nem, szója termesztésben jeleskedő szakemberként ügyködött Brazíliában, mert az amerikai nagy ültetvényesek Brazíliában hoztak létre a hatalmas ültetvényeket az őserdők írdásával, ugye, azért, hogy a szója termesztésből ugye, igen nagy profitot lehetett szerezni, nosza, akkor termeljenek és adják el Európába. És aztán a 90-es években, amikor hazajöttünk, hogy nem, ő lett a mezőgazdasági államtitkár a Fölmelelésügyi Minisztériumban, és az Állami Vagyonügynökség igazgató tanácsában is egy igazgatói állást kapott, azaz egyszerre volt a kormánynak is, meg az ügynökségnek is egyik vezető embere, és az élelmiszer privatizációja hozzá került. És bizony, ő maga is létrehozott Magyarországon szója kereskedelmi vállalkozást. Eladják a növényolajipart, de nincs magyar érdeklődő.
írja Népszabadság 1990. szeptemberében, miközben az én ajánlatom már ott van bent a vagyonügynökségnél. Én vagy 200 mezőgazdasági szövetkezettel együtt bekopogtattam, kérem szépen, ne adják el fű alatt. Tessenek szíves lenni a szabályok szerint pályázatot kiírni, mert mi indulni szeretnénk a pályázaton. Nagy-nagy kavarodás lett ebből a vagyonügynökségnél. Mert az a bizonyos pénzügyi tanácsadó, aki abban bíztak meg, hogy dolgozza ki az értékesítést, az már szinte lefutottnak tekintette, hogy itt pillanatokat átjátszák a Peruzzinak és az egész dolog, amire itt észbe kap valaki már régen lezárt ügy. Volt Magyarországon akkor egy olyan törvény, amelyik azt mondta, hogy aki élelmiszeripari vállalatot ad el, és mezőgazdasági termelő jelentkezik, annak elővásárlási joga van, és ettől a jogától nem lehet megfosztani. Nem lehet visszautasítani a vételi szándékát. Hát úgy küldtek október 22-én, az ünnep előtti estén, hogy 7 napon belül adjuk be a pályázatunkat, úgy, hogy mind a 7 gyárra egyenként üzleti tervet dolgozzunk ki, és adjuk meg 5 évre előre, hogy mit teszünk és hogyan. És mindezt angolul természetesen. Úgyhogy október 23-án írtam egy levelet nekik, hogy még méltóság teljesen ünnepel az ország. Kénytelen vagyok önöket figyelmeztetni arra, hogy Magyarországon a magyar nyelv a hivatalos nyelv. És hogyha én, mint magyar állampolgár és 200 mezőgazdasági szövetkezet egy magyar vállalat megvásárlására pályázni hajtok, akkor elvárom, hogy a pályázat kiírás is magyarul történjen, és a pályázat beadás is, na meg az elbírálás. Na hát ebben a helyzetben nyújtottuk be a pályázatunkat a meghosszabbított határidőre, és aztán későbbiekben tapasztaltuk, hogy bizony a konkurensünk, a Feruzzi csoportnak a erre a célra alapított projektcég, egy Cereolnak hívott, Hollandiában bejegyzett kis cég, nos, az nem is nyújtott be pályázatot. Megvárta, míg mi benyújtjuk, megkérte az Ávit, tájékoztassa, mennyi árat ajánlottunk mi, és másnap erre egy kicsit ráígért, de már a beadási határidőn túl. Tehát december 4-én délután 16 óra volt a beadási határidő, de hogy nem, ismét angolul, ismét Londonban, nem Magyarországon kellett beadni, Londonban, úgyhogy én külön ki kellett, hogy verekedjem az állami vagyonügynökségnek. Egy, fogadj el tőlem magyarul is a pályázatot, és ha egy mód van rá, tegyék meg azt a szívességet, hogy figyelembe véve az egy óra különbséget a londoni, illetőleg a magyarországi időszámítás szerint, a londoninak megfelelő, de egy órával későbbi magyar időnben adhassam be a pályázatot. És 200 termelővel együtt beadtuk a pályázatot. Mint mondtam, aki mégül megnyerte a pályázatot, az nem adta be. Az megvárta, hogy mi mit csinálunk. Fölszólított minket a vagyonügynökség, hogy javítsunk a feltételeken, kínáljunk többet. Azt mondtam, rendben van. 100 millió dollárt kínálunk érte. Még egyszer mondom, 100 millió dollár. Következő február 20-valahányadikán fölhív egy ismerősöm, hogy tudom-e, hogy most írják alá a növényolajipar adásvételi szerződését a Feruzzi csoporttal. Egyrészt nem tudom. Másrészt, hát nekem még itt van az Ávitől, meg a Földművelési Minisztériumtól, konkrétan Rakskó Györgytől kapott megbízás, hogy miként dolgozzam ki a jövőbeli üzleti terveimet, ezt le kell adnom, hát hogyha én ezen még dolgozom, akkor nem hagyják alá a szerződést. Igen, eladták a növényolajipari vállalatot úgy, ahogy van egészében, a maga monopól helyzetével, a maga teljes iparági összes
kihatásával a mezőgazdaságra és az élelmiszerforgalomra és a magyar külkereskedelemre és egyáltalán az ország pénzügyi helyzetére, mert méreténél fogva ekkora hatása volt, eladták úgy, hogy az AVI igazgatótanácsának a tagjai közül senki sem tudott róla. Mert korábban hoztak egy olyan határozatot, amelyiknek olyan dodonai fogalmazása volt, ha akarom, így értem, ha akarom, úgy értem. És akkor, amikor hozzám fordultak, hogy én még csak nyugodtan pályázok, ők már ezt az igazgatótanácsi határozatot úgy értelmezték, hogy aláírhatják a szerződést, de nem voltak benne biztos, tehát egy olyan kis emberrel iratták alá, aki másnap azonnal el is tűnt az ügyletpalettájáról. Tehát átjátszották Magyarország stratégiai ágazatát, átgyalogolva minden nemzeti érdeken, átgyalogolva minden akkor érvényes törvényen és rendelkezésen, mindenféle irányelven, semmi, de semmi nem állította meg ezeket az embereket. A gazdasági bérgyilkosok jól fizetett szakemberek, akik dollármilliárdokat csalnak ki a világ országaitól. A Világbank, az Egyesült Államok Nemzetközi Segélyezési Ügynöksége és más külföldi segélyszervezetek pénzét a világ természeti erőforrásait ellenőrző nemzetközi nagyvállalatok és néhány gazdag család zsebeibe töltik. Eszközei között szerepelnek a meghamisított pénzügyi jelentések, manipulált választások, a megvesztegetés, erőszak, szex és gyilkosság. A birodalmak létével egyidős játékot űznek. De ez a játék most, a globalizáció korában új és ijesztő mértéket öltött. Én tudom. Én ilyen gazdasági bérgyilkos voltam. Következő héten elején megjelent a sajtóban ilyen picike kis hír. Eladták a Nőmovot, a növényolajipari és mosószergyártó vállalatot, mert nagyon sok pénzt fizetett a vevő, és a nagyon sok pénzre szüksége volt a költségvetésnek. Utóbb a perben előkerült a szerződés, amiből kiderült, semmilyen pénzt nem kellett fizetnie a vevőnek, ajándékba kapta, a vállalaton belül lévő pénzből, akár 2-3 év múlva, ha akarja, kifizeti, ha akarja, nem fizeti ki a vételárat. A mezőgazdasági beszállítóktól, akik a napraforgó magot adták el, még azon a tavaszon olyan szerződéseket kötött, ahol 15%-kal leszállította a felvásárlási árat, és ez az árleszállítás sokkal nagyobb vesztesége volt a mezőgazdáknak, mint az egész vállalat névleges eladási ára, amit egyébként nem is kellett kifizetni. Mint a növényolajipar privatizációnál tapasztaltuk is, hogy Raskó úr már akkor egy szója kereskedelmi érdekeltséget működtetett, és a magyar növényolaj alapanyaga, a repce és a napraforgó feldolgozásának a felszámolása a szójának nyitotta meg a teret, ami azóta többszörösére nőtt Magyarországon, mint import. Most azért mondom, hogy gazdasági bérgyilkos, mert ismerjük Perkinsnek azt a könyvét, amelyik az ő szerepét írja le, és mondja el, hogy igen, az volt a céljuk, hogy különböző beruházásokat hajtsanak vére például Dél-Amerikában, világbanki hitellel vagy más amerikai érdekeltségeknek a finanszírozásában, lehetőleg úgy, hogy ez eladósítsa az országot, de soha ne tudják visszafizetni. Most ez Magyarországon is bekövetkezett, mert valójában mi hitelből korszerűsítettük azokat a gyárakat, amit aztán ezek után az új tulajdonos lebontott, és a környezetünkben lévő más országok gyárait korszerűsítette a világbanki hitelből épített és itt lebontott technológiával, ami azt jelentette, Magyarországon maradt az adósság, és a magyarokhoz képest konkurens helyzetben lévő gyárakat korszerűsítették. A magyar kormány pedig Raskó úr hathatos közelműködésével ráállt arra, hogy szója kikötőt építsen Kóperben, mert ahogy Magyarországra minél olcsóban és jobban jusson el, hát a magyar kormány vállalta annak a költségét, hogy azt a kikötőt fejleszti, ahol az import beérkezik.
tehát felszámolja a saját exportját, felszámolja a saját munkahelyeit, felszámolja az ország pénzügyi mérlegét javító kapacitást, hogy utána az ország pénzügyi mérlegét rontó technológiát, illetve pontosan a logisztikát fejleszten a saját pénzén. Mert így akkor most már a magyar állattenyésztés nem a hazai fehérje takarmányon, hanem az amerikai importon növekedhet, pontosabban csökkenhet, mert ugye most, ha visszatekintünk a statisztikákat, megnézzük, akkor kiderül, hogy bizony a fehérjét fogyasztó állatállomány kevesebb, mint felére csökkent, egyébként pedig az importunk több, mint kétszeresére. Tehát fajlagosan négyszer több szóját használunk föl, és ezzel lényegében az állattenyésztésünket egy tengeren túli függvénnyé tettük. Valamilyen mágikus erő kapcsolja össze a bírókat, az ügyvédeket, a vagyonügynökség alkalmazottait, a kormánytisztviselőket egyetlen cél érdekében: a hazai kiszorítása és a nemzetközi érvényesülése. Nem hiszem az összeesküvés elméletet, hanem tudom, hogy van szándékos, tervezett gonoszság Magyarország tönkretételére. Az első rendszerváltó kormány idején a kereszténydemokraták közgazdasági bizottsága kifogásolta a privatizáció menetét. Az MDF a KDNP-től tényeket követelt, és ekkor került sor egy tényfeltáró bizottságnak a kiküldésére. A tényfeltáró bizottság elnökét azonnal megkínálták a privatizáló hivatalok emberei egy bank elnöki pozícióval, amit ő visszautasított. Erre föl rögvest megjelent egy keresztény maskarába bújtatott egyetemi oktató a kereszténydemokratáknál, és követelte a megvásárolhatatlannak a leváltását. Fölmerül a kérdés, hogy milyen hatalom állt a szürke egyetemi oktató mögött, hogy egy kormányzó párt teljesítette követelését. Sajnos azt kell mondanom, hogy az Antal kormány ebből a szempontból teljesen báb kormánynak minősült. A taxis blokkád egyébként valóban megmutatta ennek a kormánynak azt, hogy bármikor, tehát az ügynökhálózat segítségével bármikor, bármilyen eszközzel megdönthető. Ez mindenen érződött, hogy ez valójában már egy megalázott, széttiport és engedelmes bábként működő kormány. Megengedték ugyan neki, hogy azért a mundér becsületének védelme érdekében azért úgy nézhessen ki, tehát hogy végigvigye az egészet, és azért úgy nézhessen ki, mintha ez majdnem kormányként viselkedne, de ténylegesen is tartalmilag tökéletesen alkalmatlannak bizonyult mind a nemzeti javak kirablásának felismerésére, mind bármilyen ellenállásra. A 80-as évek végétől kezdve a vaskoházati termelés erősen fejlődött, megduplázódott, és a 90-es évek után a termékek tőzsdei ára megkétszereződött. A külkereskedelmét úgy folytatta, hogy a rubel importjából dollár exportot valósított meg, és a dollár kitermelési mutatója mindig a legjobbak között volt. És a reformer közgazdászok politikájával épp ebben az időben számoltunk fel 2 millió tonna acélkapacitást. Kiderült, hogy nálunk acélhiány van, és importálni kell az acélt. Most ott tartunk, hogy 1,7 millió tonna acél importunk van, ami a külkereskedelmi mérleget 200 milliárd forinttal tervezi. Az ózdi kohászati üzemek 12 ezer ember munkahelye, és ennek a privatizációját is már a spontán időszakban kezdték meg. Természetesen ebben az esetben is volt magyar pályázó.
ez ugyanannyit ígért az üzemért, mint a németek. Azon kívül még adott egy hosszú lejáratú tervet is, hogy hogy lehet az üzemet gazdaságosan működtetni. Azonban volt egy kikötése, hogy a régi vezetőket nem hajlandó átvenni. Ezért természetesen nem is kapta meg az üzemet. Két német cég jelentkezett, mint befektető, a Metallgesellschaft és a Korf cég. A 50 milliárd forint értékű üzemet először részvénytársaságá alakították, 2 milliárd forint alaptőkével, és ebből a két német vállalat számára 60%-os részesedést ajánlottak föl 1,2 milliárd forint lefizetésével. A németek megvették az üzemet, 14 hónapig működtették, és utána felhagytak a termeléssel. A veszteség ezután úgy jelentkezett a magyar fél számára, hogy a németek visszakövetelték a befektetett tőkéjüket, és kamatozó államkötvényekbe vissza is kapták, azon kívül maguknak exportáltak egész idő alatt, és a számlázásban nem engedtek betekintést. A működésük során 3 milliárd forint adósságot halmoztak fel, és a végén elvitték a magyar cég 150 ezer tonnás nyugati export piacán, aminek az értéke akkor 3 milliárd forint volt. Ilyen módon szakadt vége tulajdonképpen a német privatizációs kísérletnek. A dolgozók ezután protestáltak, és kérték a vizsgálatot, a vizsgálat el is indult, a vizsgálat közben a gazdasági igazgató öngyilkos lett, és ezután a vizsgálat is lelassult, majd szépen kimúlt. A Tatabányai Szénbányák vállalat a fénykorszakában 15 ezer ember számára biztosított közvetlenül munkahelyet. Ki lehet számolni, hogy az akkori 3-4 fős átlag család létszámmal számolva, ez bizony jelentett 60-70-80 ezer ember számára megélhetést, nem csak a városban, hanem az egész Tatai medencében. 1990 ebben hozott egy óriási változást, a tőke minden hatósága került első helyre, a gazdaságosság, és megfeledkezett arról, hogy az ott dolgozó emberek, munkavállalók, azok élő lények, ahhoz, hogy tudják teljesíteni a vállalt kötelezettségeiket, az erőforrásaikat folyton meg kell újítani, amelyet lehet állami intézményeken keresztül, másrészt pedig egy adott gazdasági társaság, úgynevezett társadalmi kötelezettség vállalásán keresztül. Először is a Tatabányai Szénbányák vállalat veszteségessé vált. Egyetlen egy olyan üzemegysége volt, amely nyereséget termelt 1991-92-ben, ez a briket gyár. Ahhoz, hogy tudják finanszírozni ennek a nagy vállalatnak a működését és a lebontásával járó költségeket, hiszen elkezdték elbocsájtani az embereket, két esztendő leforgása alatt a mi városunkban több mint 10 000-12 000 munkahely szűnt meg. Minden családban volt legalább egy munkanélküli, ami egy depressziós térségé tette tulajdonképpen a várost és a vonzás körzetét. És ekkoriban már dúlt a privatizáció, megígérték a munkavállalóknak azt is, hogy a munkavállalói részvényprogramon keresztül hozzájuthatnak magához a gyárhoz és a termelőeszközökhöz is, és saját kezükbe vehetik saját sorsuknak az alakítását, de nem kaptak rá lehetőséget. Érdekes módon azt az egyetlen egy üzemegységet nem engedték a privatizáció útjára, amely nyereséget termelt, és tulajdonképpen keresztfinanszírozta a többi üzemnek a egyre gyarapodó veszteségét. Maga a gyár pedig akkor már a Reál Bank tulajdonába került át, mert nem tudott teljesíteni maga a Szénbányák vállalat, nem tudta visszafizetni a hiteleket. Érdekes módon közben létrejött egy a briket gyárat üzemeltető magántársaság. De nem a dolgozók által 4,5 millió forint törzstőkével megalapított társaságról volt szó.
ez volt a brikettgyár, Tatabányai Brikettgyár Kft., hanem a korábbi vezetés által létrehozott társaság volt. A régi igazgatók kezében lévő társaság újra elkezdte a termelést. És amilyen gyorsan lehetett, a legnagyobb pénzt próbálták kivenni ebből az újdonsült gazdasági társaságból. Amíg ment a piac. Értelemszerűen a gáz bevezetése a Komárom-Esztergom megyei térségben és az egész ország területén valamelyest rontotta a brikett piacot, de korántsem olyan mértékben, hogy 2-3 esztendő alatt ez a társaság teljesen padlóra kerüljön. Oda került. És a legvégére a dolgozók mint egy másfél esztendős bérüket nem kaphatták meg, és ekkor kezdődött egy újabb sztrájk, az elbocsátásokkal párhuzamosan, lett belőle egy éhségsztrájk, míg a parlament energetikai albizottsága is foglalkozott ezzel a kérdéssel, de nem tudtak érdemben segíteni. Tulajdonképpen 1997-re a brikettgyári termelés az megszűnt, az ingatlanok azóta is ott állnak kihasználatlanul. Annyi változás mindenképpen történt, hogy ma már talán a 7. vagy a 8. gazdasági társaság tulajdonában van. Így végződött egy nagymúltú iparág, még a 90-es évek elején, a nagy átalakulás idején egyetlen nyereséges üzemegységének a története. 91-92-re jutottunk el odáig, hogy a munkanélküliség a legmagasabb volt. Ez volt a legnehezebb időszaka a városnak, amikor azon kellett dolgozni, hogy a belső lefolytott energiákat föl lehessen szabadítani, és valami új utat, egy új gazdaságot, egy új gazdaság szerkezetnek a kialakítását lehessen elindítani. Hogy szimbolikus volt a turulmadár visszarepülése a kőhegy tetejére 92. novemberében, és érzékelhetően mondhatjuk el azt, hogy ez volt a fordulópont Tatabánya legújabbkori történetében, ahonnan kezdve a gazdaság elkezdett növekedni, és egyre több munkahelyet lehetett teremteni, hogy az ott élő embereknek legyen megélhetése. Tehát a turullal visszatért a város életereje is. A társasági törvény értelmében a borsodi acélműnek, a Dimag RT-nek vezetése szétszette a vállalatot 40 társaságra. Ezek közül a 16 legjobbat eladta külföldieknek az üzem értékének 2%-áért. Természetes volt, hogy a sok kis KFT sok nagy profitot akart realizálni, és így a vállalat azonnal veszteséges lett, a önköltsége kétszeresére emelkedett. El kellett bocsátani 5500 embert, miközben ez alatt a 3 év alatt, amíg folyt ez a privatizációs kísérlet, addig 17 milliárd forint adósságot halmozott föl a vállalat. Ezután a vállalatvezetés a privatizással próbálkozott, és egy homályos, egzisztenciájú osztrák-orosz cég tulajdonosával kötött szerződést, megállapodást. A 60 milliárd értékű vállalatot ugyancsak ugye részvénytársaságá alakították, és 11 milliárd forint alaptőkével. A jelentkező számára a társaság 90%-os tulajdonjogát 1,2 milliárd forintért adták oda. A befektető 20 millió forint lefizetése után azonnal birtokba került. 5 hónapig működtette a céget, az alatt 3,5 milliárd forgalmat bonyolított le, és 3 milliárd forint adósságot produkált. Miután ki akart lépni, illetve kilépett, az államot még 20 millió dollár kártérítésre is perelte. A
két üzemben 25 ezer ember dolgozott, és így a két városban, Ózdon és Miskolcon, a lakosságnak egy nagy része ebből az üzemből élt. Amikor a most MOL-nak nevezett valamikori kőolaj és gáziparral foglalkozó részvénytársaságot, korábban pedig állami vállalatot, Tröstöt, ugye, privatizáltuk, akkor felmerült, hogy ezeket a meddőkutakat igazán kibirtokolja. És közben el kellett dönteni, hogy továbbiakban kinek van joga fúrni. Korábban természetes volt az állami vállalatnak. Most pedig úgynevezett koncesziós területekre osztottuk az országot, bárki fúrhat, illetőleg akit ide engedünk. De egy biztos, a fúrási jogokat átadtuk különböző nemzetközi érdekeltségeknek. Tehát Magyarország kizárta saját magát abból, hogy a saját ásvány vagyonával rendelkezzen, mert a koncesszió tulajdonosok kapták meg egy-egy területre a rendelkezési jogot. Nos, itt Makó környékén is, igen, van kinyerhető gáz, igen, ehhez bizonyos modernebb technológia kell, hogy azt ki lehessen nyerni, igen, Magyarország többek között azzal is tönkreteszi magát a magyar állam, és ezáltal a magyar nemzet, hogy mindössze 12% bányajárdékot kér el azokért a javakért, amit kitermelnek az ország földje alól. Ha azt gondolom, hogy Dél-Amerika mostani kormányai a bányajárdékot 70%-ra fel tudják emelni, és még mindig ott maradnak a társaságok, akkor mi hogyan tehetjük azt, hogy 12%-kal szúrjuk ki saját nemzetünk szemét? Gondoljuk meg, hány betonüzem ontja a beton épületvázakat, az abban lévő kavics innen kerül kitermelésre, de idegen vállalatok által, akik még azt a 12%-ot is sokszor elfelejtik befizetni. Magyarországon a bányajáradék az egyik legkisebb költségvetési bevétel, miközben itt van alattunk a jövőnk. A villanyipar privatizációját a szakma ellenezte, és ennek ellenére a Horn kormány idején privatizálták a villanyipart. Korábban, a kommunista időszakban a villanyipar igen eredményesen működött, mert kiváló nemzeti érzelmű mérnökei és irányítói voltak. Megfelelő, megfizethető áron adta az áramot, az államnak hozamot és adót fizetett, mert nem volt veszteséges, használta a hazai energiaforrásokat, tehát nemzeti és társadalmi, szociális érdekeket képvisel. A 10 milliárd dollár értékű termelői vagyont 1,5 milliárd dollárért adták oda. Egyértelmű, hogy ez egy ár leszállított kiárusítás volt, amelyik nemzet és társadalom ellenes. Mit veszített az állam? Az állam elveszítette a vagyonát, elveszítette a hozamot, elveszítette az adófizetőjét. Mit nyert a külföldi társaság? Több társaságnak adták el, többek között érdekes módon még külföldi állami cégek is magánosítottak Magyarországon. A külföldi vállalat kevés bért fizetett, adót egyáltalán nem fizet, és a hazai energiaforrásokat alig használja, a nyeresége pedig a szerződésben kikötött 8% fölötti, 10 és 30% közötti extra profitot realizál, amit ki is visz az országból. Mit veszített a lakosság? A lakosság veszített a legtöbbet, mert korábban a villany ára számára megfizethető volt, most pedig 30-szoros árat fizet a villany és a gáz áráért. Azon kívül állandó rettegésben él a folyamatos áremeléstől,
ami még akkor is bekövetkezik, amikor a világpiaci árak csökkennek. Érdekes volt. A bankokat 94-től kezdődően úgy 97-ig adtuk el. Voltak a nagy kereskedelmi bankok, ami a Nemzeti Bank leválásából jöttek létre, és voltak kisebb bankok. Történt az, hogy ezek a bankok adtak ki hiteleket jó ismerősöknek, akiknek nem nagyon kellett ezeket a hiteleket visszafizetni, de ez pont elég volt arra, hogy egyrészt ők pénzhez jussanak, másrésztről pedig beszélhessünk arról, hogy a bankok nagy bajban vannak. Sok a rossz adósság. A sok a rossz adósság azt kívánja, hogy az állam megmentse. De ha rossz a bank, akkor leértékelődik a részvénye. És az állam azt mondta, na, hogyha akarjátok, adjátok nekem ide 2%-om, én bevonom a részvényeket, be is vonta, és feltőkésítette a bankot, de most már az állam, mint egy személy, ugyanezzel a módszerrel. Tehát 145 milliárd körül volt a Magyar Hitelbanknál az ilyen fajta tőkeemelés, és mennyire adták el? A biztosító példája 14,5 milliárd forintért. A tizedéért. A magyar állam az adófizetők terhére föltőkésítette, majd a tizedéért odaadta, de úgy, hogy hozzáadta az épületeket, a bankfiótokat, amit azt megelőzően szépen kistafíroztak, nagyon sok ingatlant adtak hozzá, nagyon sok ügyfelet, az ügyfeleknek az ingatlan fedezetét, és odaadták azokat az iratokat, amelyek a korábbi rossz hitelek iratait jelentették. Amikor pedig ugye a magyar társadalom megint csak végzetes tévedésekre építve ugye visszahozta 54%-kal azt a utódpártot, amelyről akkor már pontosan lehetett tudni, hogy engedelmes gazda állatává válik a látszólag kisebbségben lévő, mert az 54%-hoz képest csak 17%-kal rendelkező SZDSZ-nek, akkor minden meg is pecsételődött. Ez ugyanis azt jelezte, hogy a magyar társadalom olyan mértékben képtelen az elemi folyamatok felismerésére, illetve az elemi létstratégia érdekeinek követésére, hogy ez, ha ez teszt volt, már pedig nyilvánvaló teszt volt, akkor ebből azt a következtetést vonták le, hogy bármi megtehető a magyar társadalommal, és tényleg bármit meg is tettek. A honkormány akkori privatizációért felelős miniszterét megkérdezte egy riporter valamelyik disznóság kapcsán, hogy hát tessék mondani, hogy van ez. És akkor ő egy nagyon jó mondatot mondott, ami pontosan leírja ezt a helyzetet, hogy hát kérem szépen, lehet, hogy ez nem szokványos, de törvényes. Ugye ez azt jelenti, hogy a szokásrendünkkel, az évszázados, évezredes értékeinkkel ugyan tudjuk, hogy ellentétes. Az erkölcsi normáinkkal teljesen ellentétes, de ha olyan helyzetben vagyok, hogy a parlamentben olyan többségem van, amellyel olyan törvényi környezetet tudok hozni, hogy ez a megoldás is elfogadható, akkor a továbbiakban semmi gond nincs. Törvényes. Erkölcstelen ugyan tudjuk, a normáinkkal ellentétes, de kérem szépen törvényt tisztelő állampolgár az, aki eszerint a törvény szerint jár el. Összecsomagolt az állam ilyen követeléseket 63 milliárd forint akkori értékben, és eladta a Magyar Fejlesztési Banknak 400 millió forintért. Na most azért tudjuk azt, hogy ugyan sok a könnyelmű hitel, de hát azért voltak, mint említettem, vagyoni fedezettel rendelkezők is, mert azért normálisan egy bank azért bizonyos fedezeteket ugye nyilván megkövetel, tehát egy 63 milliárd forint értékű csomagba azért több 10 milliárd forint, ha nem még a 63-at is meghaladó értékű vagyoni fedezet volt. Na, ezt 400 millió forintért odaadták a Magyar Fejlesztési Banknak. Ekkor Medgyessy Péter volt a Fejlesztési Banknak az igazgatója, és Bokros Lajos a pénzügyminiszter. Igen ám, de hát, hogy voltak itt kis bankok is az országban, azoknak is folyt a privatizáció, és valaki kiszemelték, hogy a Konzumbankot megkívánják vásárolni, de hát ahhoz pénz is kellett, úgyhogy a 400 millió forintot
A fejlesztési bank elfelejtette befizetni a költségvetésben, ellenbe odaadta valakiknek azért, hogy a Konzumbank részvényeit vásárolják meg rajta. Az állami számvevőszéknek feltűnt ez a körülmény, és azt írták a vizsgálatok során, hogy nem elég, hogy ezek ilyen rendkívül leértékelten kezelik a 63 milliárd forintos állami követelést, amiből egyéb összehasonlításból azért ki lehet hozni 6-10 esetleg még több milliárd forintot, de ráadásul még azt a pénzt sem szedik be, hanem a költségvetés nem kapja meg, pedig megilletni. Hát azért ez már hűtlen kezelés gyanúját veti föl, ezért bizony az állami számvevőszék akkori alelnöke feljelentést tett a legfőbb ügyésznél, Györgyi Kálmánnál, hogy itt bizony valami nem stimmel, tessék szívesen kivizsgálni. Visszaír a Györgyi Kálmán, nagyon szívesen, de azért legyen kedves megtenni, hogy további dokumentumokat küld. És ő további dokumentumokat küldött, és ezáltal egy vizsgálat indult Megyesi Péter és Bokros Lajos vezette intézmények működését illetően. És aztán, mint ahogy a filmben szokás, a vágás, és eltűnik a folytatás. Ebben az ügyben is eltűnt a folytatás, de tudjuk, Megyesi Péterből miniszterelnök lett, Bokros Lajos pedig későbbiekben is folyamatosan szerepet játszott a magyar politikai gazdasági életben, mint tudjuk, most leginkább egy új párt új arculataként jelenik meg. Azért nem árt tudni, hogy 96-ban az egykeresőre jutó reálbért visszavitték a 30 évvel azelőtti 1966-os szintre. Ez részben a Bokros csomag volt, és ezt úgy lehetett megcsinálni, hogy a magyar társadalom nem csak hogy ellenállást nem mutatott, hanem lényegében pisszenés sem volt. Az árt paraszti társadalmak felszámolása tehát létrehozta azt a létkaraktert, amelyik az engedelmes munkaerő és fogyasztóerő állatot jelenti, amely állandóan, és akkor mondjuk ki a lényeget, a lepusztulásunk legmélyebb spirituális okát, amely állandóan hazugságban és félelemben él. Hazugság és félelem egymást gerjesztő és egymást erősítő örvényei viszik egyre mélyebbre ezeket a társadalmakat. Az a végzetes lepusztulás, ami Magyarországon végbe megy, az jelentős részben pontosan ennek köszönhető, hogy legalább 40 éve ezt a végzetesen hamis sugallatot tartalmazta, hogy egyrészt komolyan kell venni, hazudni, hazugságban és félelemben kell élni, ez kötelező. Röhögés nélkül meg kell állni az, hogy ilyen is virágozzék a szovjet-magyar barátság, és hogy minden erre épül. De ha ez véget ér, akkor ugyanilyen komolysággal kell tulajdonképpen elfogadni az újabb rendszer hazugságokat, mert a demokrácia és piacgazdaság, ami ugye ennek a rendszerváltás rendszerének a szlogenje, az körülbelül ugyanolyan otromba, ócska és primitív hazugságok tömegére épül, mint az előző rendszer. Az anyagi és fizikai test kifosztásának olyan elképesztő mélységeit tette lehetővé ez a lelki lepusztulás, a félelem és hazugság, amire nincs példa a történelmünkből. Beteggé tenni, a betegséget előidézni a legnagyobb gyalázat, és praktikusan ezt teszik egy nemzettel, hiszen lelkében megbetegített, testében meggyengített nemzet tagokkal találkozunk, és ez különösen azért nagy bűn, mert az a földrajzi klíma, ahol mi élünk, a Kárpát-medence, a világ talán legegészségesebb földrajzi tája, és a mi általunk megtermelt növények, az itt élő állatok, mondhatni gyógyszerként fogyasztható, az egészség megőrzése az orvosi körökben említett primér prevenció a magyar egészségügyben az elmúlt nem 30 évben, hanem az elmúlt 60-70 évben nem volt jelen. Mert ez ott kezdődik, hogy lelkileg tisztítjuk meg magunkat, és egészséges lelki életet élünk nemzettársainkkal. Ebben az országban szégyen volt magyarnak lenni, a magyarnak bújtosni kellett, mint ahogy korábbi századokban boszorús költőink megírták, csak az érthetetlen, hogy az elmúlt 20 évben, hogy megszabadulván a külföld
a külhoni elnyomóktól, hogy engedhette meg ez a nép, hogy olyan vezetők kerüljenek hatalomra, akik a népüket cserbehagyva kiszolgáltották a globális tőkének, a globális hatalomnak. A múlt rendszerben, mondjuk ki nyugodtan, meglévő úgynevezett társadalmi szerződés, amely alapul szolgált az egészségügyi ellátás biztosítására és annak egyáltalán a társadalmi elismertségére, a szükség társadalmi elismertségére, ez a társadalmi szerződés szépen csendben erodálódott, megszűnt, feldarálta a rendszerváltás folyamata, nem lépett a helyébe más, és ez azt eredményezte, hogy elveszítettünk alapelveket és célokat. Ennek következtében nem tudtuk mihez mérni a működést, maradt a struktúra, tehát az ellátó szerkezet folyamatos jó vagy rossz szándékú manipulálása, amely kizárólag gazdasági kényszerek és aktuális politikai, illetve személyi érdekek mentén történt meg. Miután folyamatosan csak az aktuális gazdasági kényszerek, a magyarországi hitelállapotok és a különböző nemzetközi elkötelezettségek és a Világbank folyamatos beavatkozása és a különböző aktuális pártpolitikai érdekek vezérelték az egészségügyi kasszát, és mindig csak ezek határozták meg, hogy mi mennyi, és hogy melyik kórházat hol mikor zárják be, vagy nyissák meg, vagy hova építsenek, vagy mit ruházzanak be, mert ezt az üzleti érdekek jobban tudták befolyásolni, mint az a szakma, amelyik felelős a nemzet egészségügyi állapotáért. Ennek eredménye lett egy óriási torzó, amely egyben egyre nagyobb nyomorúságot is tükrözött, és ez az egészségügyi ellátás. Én a Ratkó nemzedék tagjaként olyan nemzedékhez tartozom, ahol évente 250 ezeren születtek. A gyerekeim nemzedéke, akik a 70-es évek közepén születtek, már csak olyan átlagosan 175 ezeren voltak. Az unokáim nemzedéke most alig haladja meg a 90 ezret, ebben az évben valószínű éppen 90 ezer lesz a születések száma, és hogyha nagyon derülátók vagyunk, akkor esetleg elképzelhető, hogy a következő nemzedékben is fognak nagyjából 50 ezeren születni évente. Tehát 70-valahány év alatt négy nemzedéken át eljutunk a 250 ezeres éves születésszámtól az 50 ezeres születésszámig, miközben a halálozások száma viszont 100 ezerről kb. 150 ezerre fog nőni, 145 ezer lesz az idén is, mert egy előregedő társadalomban akkor is nő a halálozások száma, hogyha egyébként a fajlagos mutatói a halálozásoknak javulnának. De hogy mennyire nem javulnak a halálozások fajlagos mutatói, arra, és ez olyan, mint a papírlap két oldala, nem választható el egymástól a népesedés és a fizikai egészség. A fizikai egészség drámai megrendülésével kapcsolatban talán elég egyetlen adat, vagy adatsor. 1971-ben a középkorú magyar férfiak, ezen a 35 és 55 év közötti korosztályokat szokták érteni, tehát a 35 és 55 év közötti magyar férfiak halálozási mutatói 71-ben még némileg jobbak voltak, mint az akkori Ausztriában. Ma viszont, nem tévedés, háromszor annyi középkorú magyar férfi hal meg, fajlagosan, 100 ezer főre vetítve, mint a szomszédos Ausztriában. Ez olyan elképesztő dráma, amit ilyen iszonyatos ívben egyetlen országnak sem sikerült. Tehát 1971-től folyamatosan romlanak, és ez alatt a 30-valahány év során sikerült visszaküzdenünk magunkat egy újabb 40-valahány évvel, mert hiszen ma, és ezt az ember szinte képtelen kimondani, hogy a poszttrianoni 1927-es szintre süllyedtek vissza. A magyar egészségügy a betegség gyógyításában ért el komoly eredményeket, de egy nemzet életének szempontjából nem a betegség gyógyítás, hanem az egészség megőrzése a fontos. Ez sokkal több, mint egy egészségügyi hálózat működtetése, ahol beteg embereket fogadnak és jól-rosszul meggyógyítanak. Az a vagyontömeg, amelyik megnyilvánul a fizikai testben, például abban, hogy mennyien születnek és mennyien halnak meg egy adott társadalomban, átlagosan mennyi ideig élnek az emberek,
az átlagos életidejükből mennyi időt töltenek egészségben és mennyit betegségben, ezek hihetetlenül jelentős vagyontárgyai egy emberi közösségnek, és aztán ezt követi azoknak a bonyolult tudástőkéknek, intellektuális tudás vagyonoknak a elég nehezen mérhető, de azért igenis megragadható hatalmas vagyontömege, amivel egy társadalom azt tudja mérni, hogy nem csak testben, hanem tudásokban és épp lélekben, és azt talán a legbonyolultabb és a legnagyobb gazdagság tömeget jelentő mozzanata minden emberi közösség vagyonának, amely a szeretet vagyonokat jelenti. Hogy pontosan tudjuk értékelni azt, hogy az az anyuka, aki nem dolgozik, mert csak úgy otthon van, és mondjuk felnevel 3 gyereket, hogy micsoda elképesztő és szinte semmi egyéb termelési, teremtési tevékenységhez nem hasonlítható értéktömeget tud létrehozni, ha ebben nem nagyon akadályozzák meg. Sajnos nagyon kevés olyan időszaka volt az elmúlt évszázadban a magyar társadalom, amikor a különböző politikai rezsimek ne tettek volna meg mindent annak érdekében, hogy ne legyenek képesek az emberek az elemi kisközösségekben, a családokban ezt az újrateremtési folyamatot létrehozni. De például a Budapest Bankot, ugye, azt 1 forintért adtuk oda, elajándékoztuk. Bokros Lajos volt akkor a igazgatója, de előtte 12 milliárd forinttal kisegítette az állam ezt a bankot. Majd odaadtuk ingyen. És ugye a Kossuth nyomdának a volt épületét banká átalakítva, csak úgy hozzáajándékoztuk, úgy mellesleg. Tehát Budapest Bank, Kereskedelmi és Hitelbank, Magyar Hitelbank, ezeket mi szépen így átadtuk az új tulajdonosoknak, de az új tulajdonosok már egy kézbe érkeztették, és például a Magyar Hitelbanknak így az ABN AMRO nevezetű holland bank lett a tulajdonosa, akinek semmi, de semmi érdeke nem fűződött ahhoz, hogy a magyar vállalkozásokat hitelezze. Le is állt. Egyet dologgal foglalkozott a bank, a korábbi szerződések felszámolásával, illetőleg az állampapírok kereskedelmében és az egyéb itteni pénzügyi spekulációban rejlő előnyök kihasználásában. És így szép lassan a Magyar Hitelbank az elsorvadt, most már mint ABM AMRO bank, aztán később összeolvasztották a Kereskedelmi és Hitelbankkal, amelyiknek 2 igazgatója volt, az egyiket László Csabának hívták, aki később pénzügyminiszter lett, aztán a másikat pedig Draskovics Tibornak, aki szintén később pénzügyminiszter lett. Egyébként pedig, aki a Magyar Hitelbankot így szétszette jó és rossz bankra, abból pedig később jegybank elnök lett. Tehát Magyarországon a pénzügyi karrier abszolút biztos útja az, hogyha kellőképpen kiszolgáljuk azt a nemzetközi pénzügyi érdeket, amelyik a magyar nemzeti érdek beáldozásával szerzi a pozíciót és az előnyt. Aki erre hajlandó, karrier vár rá. Várt is, mint ahogy látjuk. Tehát ilyen értelemben a magyar bankprivatizáció az már a 80-as években privátá vált, széleskörű részvénytulajdonnal. Ezt később koncentráltuk úgy, hogy az államadósságot rendkívül erősen megnöveltük, és egyúttal lefékeztük a vállalatok hitelezését, a vállalkozások hitelezését. Úgyhogy eljutottunk ma oda, hogy van egy olyan bankrendszerünk, amelyikben hazai szinte elhanyagolható, talán 7-8% maximum, ami hazainak tekinthető, 92%, 93% nemzetközi tulajdon, és ez a nemzetközi tulajdon Magyarországon a legkevésbé sem érdekelt abban, hogy a magyar vállalkozásokat és gazdaságot hitelezze. Úgyhogy az összes vállalati hitelezése ma a banki tevékenység 23%-át nem haladja meg. Átalakítás végzett a privatizáció a GDP szerkezetében is. Míg korábban a reálszféra kétharmaddal részesült a GDP teremtésében, addig most ez lecsökkent egyharmadra. Azon kívül ennek még az a következménye is, hogy a termelés lecsökkent. Becsülten 50%-kal kevesebbet termel a reálszféra, mint korábban.
mert hiszen a mezőgazdaságot is lekasszálta a privatizáció, korábban 16%-os volt a részesedése a GDP-ben, és most csak 4%. Ez azt jelenti, hogy kevesebb az árualap, vagyis az a termék és termelvény, ami feldolgozható, felhasználható, megehető és eladható. Tehát, ha kevesebb az árualap, akkor kevesebbet lehet exportálni, és többet kell importálni. Ennek a következménye az, hogy a külkereskedelmi termékforgalom mérlege rossz lesz. Az elmúlt 20 évben, az egy-két utolsó évet leszámítva, mindig veszteséges volt a külkereskedelmi forgalom mérlege. Ismert márka nevű társaságok jelentek meg Magyarországon és Budapesten, nem zöldmezős beruházással, hanem a meglévő bolthálózat átvételével. Még emlékszünk talán a Meinl-re, aztán volt Spar, meg volt ilyen, hogy Super Soul. Hát mennyivel jobban hangzik, nem, hogy közért. Ezeket meghirdették, és akkor jött több vevő, az én cégem is azok közé tartozott, az, amelyik a cukoripart finanszírozta. Tehát bizonyos értelemben ismert cég volt, már csak azért is, mert a 90-es évek elején ez volt Magyarország legeredményesebb vállalata, és bizony én, mint tulajdonos, fizettem a legtöbb adót, mint magánszemély az országban. Hát ezzel a háttérrel jelentkeztem a Budapest közért megvételére. És hát ugye megint csak mi lett belőle? Egy majd 10 éves pereskedés. Amikor beadja az ember ilyenkor a pályázatot, akkor azt várja, hogy elbírálják. Hát nem bírálták el, hanem meghosszabbították a határidőt. Én beadtam egy igen nagy összegű, 1,4 milliárd forintos ajánlatot, de azt is hozzátettem, hogy ilyen körülmények között én csak azért adom be, hogy lássák, hogy én be tudom adni, de én tiltakozom azon eljárással szembe, ami itt folyik, mert én egy tisztességes eljárásban akarok részt venni, nem pedig egy manipulálba. Volt eredményhirdetés, az eredményhirdetés alapján egy izraeli céget hoztak ki győztesnek. Ugyanakkor azonban ez a cégről teljesen nyilvánvaló volt, hogy nem tud megfelelni a magyar törvények szerinti eljárásnak, lévén, hogy külföldi cég kárpótlásjegyekkel ilyen mennyiségben nem rendelkezhet, mert a külföldinek nincs joga kárpótlásjegyeket vásárolni. Na nem is volt neki, mert ő azt mondta, hogy majd ha megnyertem, akkor utána elmegyek a piacra, aztán veszek kárpótlásjegyeket, és majd ezzel fog pályázni. Ma már nagyon jól látjuk, és tudjuk, hogy sikertelen volt ez a kárpótlási rendszer, vagy ez a megoldás, és az én véleményem szerint az ország lakosainak másodszori kifosztása is megtörtént. Az elején ugyanis ezek a kísértékű kárpótlási jegyek, ezek nem voltak normális módon felhasználhatók, arra szolgáltak, hogy valaki egy-egy szőnyeget vagy egy televíziót megvegyen rajta. Sokáig őrizgették a szekrényben a kárpótlási jegyeket, és akkor megjelentek ezek az általam hiénának nevezett befektetők, akik azt mondták a pénzükében lévő állampolgároknak, hogy nézd, vehetsz még egy 1/6 szőnyeget, arra neked valószínű nincsen szükséged. Én viszont megveszem tőled a kárpótlási jegyet. Igaz, nem azon az értéken, ami azon áll, hanem az alatt, de akkor legalább pénzhez jutsz, és legalább a gyerekednek meg tudod venni a tankönyveit a következő tanévre. És ebbe bizony nagyon-nagyon sokan belementek, így aztán elkezdődött a kárpótlási jegyeknek a felvásárlása, és akkor, amikor a későbbiekben kárpótlási jegyért már állami tulajdont lehetett privatizálni, termőföldekhez lehetett hozzájutni, addigra már ezek a hiénák voltak azok, akik másodlagos kárpótlási jegyjogosultként ott álltak a sorban, és meggazdagodtak a kárpótlási folyamatnak a kihasználásából. Hát gondoljuk meg, hogy hát a kárpótlás mégiscsak azért a magyar emberek számára találták ki, és nem pedig az izraeli cégnek a számára. Na most itt az történt, hogy a cégben, mint közért vállalatban, ugye természetesen volt árukészlet, meg pénzkészlet. Most minden eddigi ügyletben úgy történt az értékesítés, hogy magát a boltokat adták el, és külön meg kellett fizetni a vevőnek
az árukészletet és a benne lévő pénzkészletet. Ebben az esetben azon erről elfeledkeztek. És a vevő automatikusan megkapta ingyen és bérmentve az árukészletet, meg a pénzkészletet. Na most jelenleg, akkor ebben az ügyben, mármint a döntéskor, több mint 400 millió forintnyi pénzkészlet volt. Igen ám, de miután kárpótlás jeggyel fizetett, és annak a megvételi ára és a beszámítási értéke kb. Háromszoros szorzó volt, így az a lehetőség állt föl számára, hogy a kasszából kivett 400 millió forinttal vásároljon kárpótlás jegyet, és azzal fizesse ki a vételárat. Mert elegendő időt kapott arra, hogy összevásárolja a kárpótlás jegyeket, miközben kiírási feltétel volt, már pályázás feltétel volt, hogy előbb kell letenni a kárpótlás jegyet. No, az ő esetében kivételt tettek. Még a országgyűlésben is volt a képviselő, aki felszólalt, és a miniszter, akinek válaszolnia kellett az interpellációra, úgy válaszolt, na biztos az nem tetszik a kedves képviselő úrnak, hogy ez egy izraeli cég. Ugye azonnal jöttek már a burkolt antiszemita váddal, holott egyszerűen csak arról volt szó, hogy hát vagy betartjuk a játékszabályokat, vagy nem tartjuk be a játékszabályokat. De már a támadás, az rögtön viszont támadás az volt, hogy ja, ha izraeli cég, akkor azt ugye nem nagyon szabad úgy támadni, mint egy bármelyik másik céget, mert akkor fölmerül az, hogy esetleg nem is arról van szó. No, ilyen és hasonló intermezzók után a bíróságnál elkezdődött egy hosszú folyamat, és bizony meg kellett tapasztalnom azt, hogy a magyarországi jogi folyamat sem a magyarországi törvények szerint zajlik le. Nos, hoztak egy jogegységi határozatot, és megállapították, igen, a pályázónak joga van a tisztességes eljáráshoz, és ha nem kapta meg, joga van pert indítani a kiíróval szemben. Tehát nekünk igazunk volt, hogy pert indítottunk. Igen ám, de ez a felülvizsgálati tanács pillanatokon belül le is zárt az ügyet, mondván, hogy de egyébként az eljárás teljesen törvényes volt, tisztességes volt, tehát nekünk tulajdonképpen volt jogunk pert indítani, csak éppen nem volt hozzá alapunk. Hát így történt a Szuperszolnak a megjelenése Budapesten, miközben aztán kikötötték a szerződésben, hogy nem szüntetheti meg a tevékenységét 3 éven belül, nem is szüntette meg 3 éven belül, de 3 év után azonnal megszüntette, és átadta a bolthálózatot a Spar nevezetű társaságnak, és azóta is így látja a fogyasztó az üzleteket. Megkerülhetetlen törvény, hogy ha jogellenesen jön létre egy akár szerződési forma szerint védett ügylet, akkor az semmis. Az azt jelenti, hogy nincs jogalapja ezeknek az átruházásoknak, és ellentétben a bűncselekményekkel, amelyek vagy elévülnek, vagy nem, a semmiségre időhatár nélkül bármikor lehet hivatkozni. Tehát elvileg akár az első percig visszamenve megnézhetjük, hogy vajon valóban, és tudjuk, hogy sok ilyen történt, azok a leltár szerint nullára futtatott gyárak, gazdaságok, mezőgazdasági instrumentumok, amelyek képviseltek értéket, hiszen nem véletlen, hogy utána úgy dőnek ki a földből a milliómosok, mint gomba az eső után. Valahonnét szerzik, és közben fogy a közvagyon. Tehát ahol nem jött be az értéke, és nem volt törvényhozói szándék arra, hogy kvázi ajándékba juttassuk, ott ezek az ügyletek semmisek, időhatár nélkül megtámadhatók, akik gazdagodtak belőle, azok elszámoltathatók.